Főtisztelendő paptestvérek, kedves bémálkozó Krisztusban szeretett testvéreim! Zakeusnak a története, amely a Jerikói úton játszódott le, egyszeri eseménye az evangéliumoknak, mégis bevették a szentírók, mert annak a mondani valója örök időszerűséget kap, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ma üdvösség köszöntött ebbe a házba, a biblikus háttérrel is bíró emberek beleérzik, hogy az Isten jelen időjéségében van ez a ma, mert Istennél nincs múlt, meg jövő, hanem csak állandó jelen van. És ebben a jelenben mindig elér bennünket az Isten. És ennek a mondani valója a bérmálkozók számára úgy valósul meg, hogy nektek is van egy házatok, méghozzá ti önmagatok, amelyről azt mondja Szent Pál apostol, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma, ahová hívni és várni kell a Szent Lelket. Mert amint egy templomban az Úr Jézus jelen van az oltári szentségben, az evangélium szavában, de még a hívek közössége által is jelen van, úgy a Szentlélek jelen akar lenni bennünk, a mi lelkünkben, jelen akar lenni testünk templomában. De nem öncélúan, mert a Szentlélek az az isteni személy, aki nem önmagáért jött el, hanem Jézus Krisztusért. Az Úr Jézus, amikor elküldi a Szent Lelket, akkor azt mondja, én elküldöm nektek a másik vigasztalót, mert az első vigasztaló ő maga volt. Amikor az evangélium jó hírével körbejárta a világot, és az ő tettei, azok a megváltásban csúcsosodtak ki, és a Szent Léleknek az a feladata, hogy ezt ne hagyja elhalványodni. Ugyanis a történelmi eseményeknek rendre az a sora, hogy az idő múlásával egyre inkább a feledés tárgyává lesznek. Amikor már kimúlnak a szemtanúk, akkor már csak könyvek, manapság ugye filmek őrzik a rég megtörtént eseményeket, de azok sosem olyanok már, mint azok számára, akik azt akkor megélték. De nem így a Szentléleknek a működése az emberi lélekben, mert elevenné teszi Jézus Krisztus személyét, és arra késztet bennünket adományaival, ami az értelemre, akaratra egyaránt hatnak, hogy ugyanúgy, mint annak idején Zakeus, keressük Jézust, hogy szeretnénk vele találkozni. Mert a Zakeus az már sokat hallhatott Jézusról, főként még az is eljuthatott hozzá, hogy nem mindig szitta a vámosokat Jézus, hanem volt olyan példázata, amikor a vámost egyszerűen elébe helyezte a farizeusnak, hogy az bár bűnös ember volt, de bánta bűneit, ezért megigazultan ment haza. És ő akart vele találkozni. A Szentlélek késztet bennünket arra, hogy akarjunk találkozni Jézussal. És ezzel áldozatokra is késztet, mert a találkozás az nem mindig olyan magától értetődő. Egy Zakeus számára sem volt az, hát gondoljuk meg, hogy ő mégiscsak egy gazdag ember volt, így mondanánk ma, hogy a fináncoknak a főnöke, mert akkoriban azok voltak a vámosok, és hát még arra is képes volt, hogy fölmásszon egy fára, nevetség tárgyává tegye magát, hogy ő láthassa Jézust. Már az egyházatják így magyarázzák ezt a jelenetet, hogyha bennünk megvan a készség arra, hogy Jézusért minden csúfolódás, üldöztetést kiálljunk, akkor lesz igazi a találkozásunk. Hát akkor Jézus ránézett, és lehívta, gyere le a fáról, Zakeus. És tudjuk, hogy mi történt ezek után, egy lélektani csoda, hogy az az ember, aki addig foggal körömmel ragaszkodott a vagyonhoz,
utána nagy lelkűen föl tudta osztani vagyonát is, kártérítést tudott azoknak is adni, akiket megcsalt, illetve még jótékonyságra is képes volt. Tehát ez egy óriási lélektani csoda, hogyha hallanánk mondjuk valami nagy világbankáról azt, hogy úgy megszállta őt a Szentlélek, hogy mindenét szétosztotta, azt hiszem mindenki csodálkozna. Hát így volt a Zakkeus is annak idején, hogy onnéttől kezdve nem ragaszkodott már a vagyonához, mert ő Jézussal találkozni akart. És a Szentlélek erre képesít bennünket, ezért őt hívni és várni kell az életünkbe. És aztán, amikor ott csodálkoznak, meg teszik a megjegyzéseket Jézusra, hogy hát bűnös emberrel áll szóba, akkor Jézus mondja a proféta jövendelést, hogy az ő feladata, hogy a bűnösöket hívja, az Isten irgalmát mutatja meg. Ez az igazi evangélium. Már az igazak már jó helyén vannak, de a bűnösöknek kell az isteni irgalom, de ha azt veszük, akkor mindenkinek kell, hiszen senki nem állíthatja magáról azt, hogy ő pedig már egy igaz, szent ember, mert a szentek is mindig abban a tudatban éltek, hogy ő bűnös ember. A idézett Izaiás próféta is egyszerűen megrendül annak tudatában, hogy ő találkozott az Istennel, hogy ő méltatlan találkozni. Tehát mindannyiunknak szól ez a Jézusi tanítás, hogy minket hív bűnös embereket. És ami ott elgondolkodtató, azt mondja az Úr Jézus, hogy ma üdvösség köszöntött ebbe a házba. Valahogy az üdvösséggel mindig úgy vagyunk, hogy az majd a halálunk után történik, következik be. Még a nagyon hívő emberek is így vannak vele. Most így a halottak napja után, amikor temetőket jártunk, az ember úgy mégis úgy elborong az enyészeten, minél több időt élünk meg. Mostanság azon kapom magam rajta, hogy hazamentem én is a temetőbe, nézem az évszámokat, és úgy arra jövök rá, hogy Istenem, hát ez is fiatalabb volt, amikor meghalt, az is fiatalabb volt, mint én vagyok. Ti időtökben is el fog ez jönni, és akkor így elfogja az embert az elmúlásnak a gondolata, hogy hát előbb-utóbb ránk kerül a sor, az enyészetté válunk, akkor esetleg aztán, ha méltók leszünk, akkor ott vagyunk majd az üdvösség boldogító színe látásába. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy ma üdvösség köszöntött ebbe a házba. Azt mondja, amit újabban a teológia így mond, hogy valamiképpen itt kezdődik már a megkezdett örök élet. Legyen az kárhozat, vagy az üdvösség. Bár a kárhozatot senkire ki nem mondta az anyaszent egyházunk. Senkire az ég adta világon, hogy ez pedig elkárhozott. Ennek ellenére mégis vannak olyan életérzések, amikor valaki olyan semminek, olyan fölöslegesnek, olyan kudarcosnak találja az életét. És ott lehet látni sokszor, hogy valóban az üdvösségnek van egy kezdete már itt a Földön. Két ilyen mostanság jól ismert személyt szeretnék egymás mellé állítani, hogy megértsétek, hogy mit jelent, hogy az üdvösség elközelíthet már a földi életben is. Az egyik Márai Sándor, a emigrációban élt nagy írónk, a második János Pál pápa. Ilyen reneszánsza van most újabban, Márainak játsszák, még a Kecskeméti Színház is játssza a darabjait, és ahogy jól ismeri az ember az életét, akkor egyre inkább ilyen keseredetten olvassa a naplóit, hogy egy ember, aki elveszíti minden reményét, elveszíti hitét, és végül öngyilkosan végzi. Ezzel még mi nem mondtunk semmit sem, csak tényeket állapítottunk meg. Reméljük, hogy Isten irgalmas hozzá, vagy irgalmas volt hozzá. És ott van egy második János Pál pápa, aki szörnyű betegségben halt meg, hát láttok, szemünk láttára behozta a televízió is, hogy mit küzdött a testi bajaival, és egy-két nappal még a halála előtt azt mondja, hogy a lelkem derűs, engedjetek haza. Szóval itt lehet látni, hogy az üdvösség elkezdődhet,
az ember életébe. Pedig hát nem mernénk azt mondani, hogy könnyű egy pápának, mert nincsen semmiféle megpróbáltatása. Hát már kezét se bírta felemelni. Akarta az áldást adni, de már azt se tudta. Már csak a gondolatai voltak, még már végig beszélni se tudott, csak írt valamit. De hogy elkezdődött az üdvösség, a lelkem derűs. Na most erre azt kell mondanunk, hogy nekünk úgy kellene élni, hogy az örök életnek a perspektívája az így legyen előttünk, hogy bármi történik velünk, ez sok minden történhet. A Szentlélek adjon ahhoz erőt, az ő adományait, hogy a lélek derűjét el ne veszítsük. Keresztény ember nem mindig boldog, de sose boldogtalan. És a lélek derűjét azt még akkor is lehet őrizni. És akkor üdvösség köszönt be a mi házunkba, az életünkbe. És hát ezt kell kérnünk a Szentlélek Úristentől, a bérmálkozás alkalmával hívni kell a mi lelkünkbe, a mi lelkünk templomába, hogy legyen szállás készítője Jézusnak, és Jézus soha ne hagyja elhalványodni a lelkünkben, hogy ahogy a főparancs mondja, hogy elménkkel, minden erőnkkel, teljes szívünkkel tudjuk őt szeretni, hogy ez legyen meg bennünk, mint ahogy Zakeusban megvolt, és akkor Jézus beköltözik vele együtt a Szentlélekkel, hiszen a Szentlélek Jézustól elválaszthatatlan, a Szent Háromság személy, hogy ott lesz a lelkünkben a Szent Háromságos Isten. És ez az emberi életnek a nagy adománya, hogy a mi keresésünk az eljut a megtalálásig. Mert Istent keresjük az életünkben, de a megtalálásnak fokozatai vannak. A teljes megtalálás majd a boldog színelátásban lesz, de már addig is van róla tapasztalatunk, hogy Isten velünk van, jelen van a mi életünkben. Adja Isten, hogy a bírmálás kegyelme a Szentlélek által egész életetekben ebben segítsen, hogy Isten jelen van az életetekben. Amen.